gondolom, hogy a hosszú távú gondolkodásnak, aki ezen a piacon meg szeretne maradni, az nem feltétlenül csak az önös érdekeit, tehát hogy csak az én rendszerem legyen a hiteles. Azt gondolom, hogy fontos az, hogy piaci szinten legyen egy egységes rendszer. Viszont ennek van egy másik oldala is, hogy adott esetben mondjuk egy értékesítő az, aki átadja ezeket az információkat, és nem egy kampánymenedzser, mondjuk nálunk itt a Feminánál. Ez azt jelenti, hogy az értékesítőnek kell hitelesnek lenni elsősorban, és hogyha ő, mint személy, eladta magát, vagy benne megbízik az ügyfél, akkor nyilván el fogja hinni azt, hogy azok az adatok, amik tőlünk érkeznek, azok hitelesek. Ha ezt még alá is tudjuk támasztani azzal, hogy igen, ez egy független, piac által elfogadott mérőrendszer, amivel dolgozunk, akkor ez persze egy pluszt tud hozzátenni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképpen szükséges az, hogy piaci szinten legyen egy egységes rendszer. Ráadásul ugye az adatok így hasonlíthatók össze a legjobban, hogy ugye melyik médium hogyan teljesít, hogyha ugyanabban a mérőrendszerben nézzük az adatokat, és nem mindenki a sajátját használja. Prémium felületünk van, az összes szájt az, és ebből adódóan a kiemelt időszakokban nem nagyon vannak szabad helyeink, ezért a prémium felületeket mi kevésbé biztosítjuk, sőt egyáltalán nem szeretnénk betenni ebbe az automatizált, vagy úgy mondom, hogy mondjuk adott esetben a licit alapú rendszerekbe. És ez egy nagyon fontos kérdés, hogy a többi média kiadónál, akinél mondjuk sokkal nagyobb az inventori, és van 20-30-40 szájt, értelemszerűen nincs annyi értékesítő, aki ezt mind folyamatosan el tudná adni, ott vajon beleteszik-e a prémium felületeket, vagy nem teszik bele. Úgyhogy ez például az egyik olyan sarkalatos pont, ami azt gondolom, hogy így nagy kérdés. Tehát, hogy nincs egy egységes rendszer, amit a média kiadók be tudnak tenni, és jó lenne az ügyfél, ügynökség számára, és az összes média kiadó azt tudná használni. Mindenkinek saját rendszere van. Ebből adódóan nekünk, média kiadóknak nagyon nehéz a helyzet, hogy mondjuk melyik ügynökségét tesszük be, és hogyan oldja meg a rendszer a prioritást. Tehát vannak saját belső kampányaink, vannak adott esetben ügynökség által érkezett kampányaink, és egy másik ügynökség mondjuk jön egy következő rendszerrel, és jön a Google, akkor hogyan oldjuk meg ezek között a rendszerek között a prioritást?